túl vannak az évfordulón a vállalkozások is, hiszen május végéig kellett leadniuk a 2020-as év zárásához szükséges dokumentumokat. Így most már mindenki a következő év, ami tulajdonképpen a 2021-es, amelyikben vastagon benne járunk, változásaira, szabályaira koncentrálhat. A legfontosabb, legérdekesebb ezzel kapcsolatos változásokról beszélgetek stúdiónk mai vendégével, Marjai Gyulával, a VOSZ budapesti és Pest megyei regionális szervezetének elnök helyettesével. Üdvözlöm! Én is üdvözlöm nagy tisztelettel. Igen, tulajdonképpen hát nagyon bízom benne, hogy mindenki május 31-ig minden társaság, kettős könyvitelt vezető társaság beadta éves beszámolóját, egyszerűsített beszámolóját, befizette a társasági adóját, bevallotta a társasági adóját, és be is fizette, sőt, még az iparűzési adót is, még jelzem, ugye már beszéltünk róla még a 2%-os iparűzési adót, mert ugye csak 2021-es évre érvényes, ugye a felére csökkentett iparűzési adó, és itt is csak és kizárólag erre az évre, tehát a 2021-es gazdaság évre, tehát erről majd fogunk később gondolom beszélni, de azért meg kell jegyezni, mert mind a mai napig még jönnek ezek a felhangok, hogy miért kell ennyit fizetni, azért, mert 2020-at zártuk, és ott még 2% volt az iparűzési adó. Tulajdonképpen, ahogy mondta, lezártuk, 21-et írunk, megvannak a tárgyévre vonatkozó adójogszabályok, többször beszéltünk már egy-két olyan dologról, ami 2021-re újdonság volt, túl sok újdonság nincs, és nem is várható már ebben az esztendőben, én azt hiszem, komolyabb adójogi változás, ami erre az évre lenne hatályos, és mint ahogy a sajtóból is közismert, vagy bármilyen híradásokból, a kormány benyújtotta már a 2022-es, vagy benyújtás alatt áll a 2022. évi költségvetés a parlament irányába, nem utolsó sorban, azt már nyugodtan mondhatom múlt időben, hogy benyújtotta a 2022-es adótörvényeket, amiben azért néhány újdonságot felfedezhetünk, mint például 2022. január 1-től picit módosulnak, talán mondhatom azt, hogy javulnak az egyéni vállalkozó általányadózási kérdései, ami eddig úgy olyan csendben, nem is igazából beszéltünk ebben a műsorban se róla, olyan csendben, aki alkalmazta, nem nagy számban, néhány ezres volumenben alkalmazták ezt az egyéni vállalkozói általányadót, hogy mi volt az oka, biztos nem a legkedvezőbb, mondjuk akár egy katához viszonyítva nem a legkedvezőbb adózási forma volt, lehet, hogy egy kicsit talán jobb lesz. Mit jelent egyébként ez a változás? Röviden megpróbálom összefoglalni az idő szűkösségére való tekintettel. Idén is van tulajdonképpen már ez az adó, nem, sőt, nagyon régen létezik a személyi jövedelemadó törvény keretein belül. Az általányadó annyit jelent, hogy a bevétel és a törvényben meghatározott költséghányat különbözete után adózunk. Tehát magyarul az általános szabály az, idén még, hogy 15 millió forint nagyságrendig lehet választani a normál egyéni vállalkozóknak, a normál tevékenységet végzőknek. Vannak a különböző más szolgáltatók, akire majd mindjárt kitérünk, hogy nagyjából kik azok, akik ennél egy kedvezőbb formációt választhatnak. És itt igazából a költséghányad a 40%. Számla nélkül 40%-ot el lehet számolni, mondván, hogy ennyiben biztos benne van az a munka, amit végez az egyéni vállalkozó, 60% a jövedelem, nem kevés. Tehát a 60% után megfizetni a személyi jövedelemadót, a szociális hozzájárulási adót, valamint a TB járulékot, tehát ugye 15 és fél és 18 és fél, közel 50%, tehát 49% adót, az igen kemény összeg, ezért is talán kevesen választották. Majd kitérünk, hogy 21-re ez egy picit javulni fog.
Igazából ezt az adót a kereskedők, kiskereskedők adójának szokták nevezni, mert van egy következő költség hányad, ahol már 80%-ot elismer a jogszabály, a bevétel 80%-át, ők a taxisok, az autószerelők, az építőiparhoz kapcsolódók, kivitelezők, ott 20% a jövedelemhányad, ott is ugyanez a helyzet, a 20% után kell megfizetni SZIA, SZOCHO, valamint a TB járulék. És van a legkedvezőbb kategória, a kiskereskedői kategória, ahol 100 millió forint a limit, tehát magyarul 100 millió forint, ugye az előbb mondtuk a 15-öt, 100 millió forintos limitig 93%-os a költséghányad, magyarul 7% után adózik a vállalkozó, a bevételének 7%-a után. Ez már egy kedvezőbb lehetőség. Itt vannak igazából azok a vállalkozók, akik kiskereskedelmi üzletágat, vagy éppen üzletet működtetnek, és jelentkeztek erre a relatíve kedvező adózási formába, ami ebben a körben valóban kedvező lehet. Összességében ez a mai lényeg. És mi az, amivel ez kedvezőbb lesz? Amivel kedvezőbb lesz, az alapkérdés, ott kiterjesztik a 15 millió forintos határt a minimálbér 10-szereséig, az durván számítva, hogy a 20 millió forintos határ lesz körülbelül, tehát addig lehet választani az átalányadót, valamint a minimálbér feléig a jövedelmet, marad ugyanúgy, tehát akkor még egyszer menjünk, tehát 20 millió forint, 40% költséghányad, az eltűnik, és a maradéknál a minimálbér feléig, ez durván számítva egy olyan 1,7 millió forintos nagyságrend, adómentes lesz az átalányadó, tehát magyarul addig nem kell megfizetni a személyjövedelemadó részét. Tehát amiről beszéltünk, hogy személyjövedelemadó, SZOCHO és TB, nem, a személyi, tehát a 15%-os részét a minimálbér feléig nem kell megfizetni. Ezen kívül egyszerűsödnek a kulcsok, csak 3 kulcs lesz. Ugye az előbb nem beszéltem a negyedik kulcsról, de az nagyon kevesen választják, valószínű ez is az egyszerűsítésnek az oka. Egyszerűbb általány adó kulcsokat fognak megadni. Tulajdonképpen itt az elején próbálnak szerintem a katával, akkor a jogalkotók a katával szemben, a kata mellett, vagy a kata szigorítások ellentételezése kép egy kedvezőbb adózási formát hangsúlyozottan az egyéni vállalkozók részére. Ugye végezetül emlékezzünk meg az eddig már többször emlegetett SZOCHO-ról is, mert ennek a mértéke is változik egy már korábban bejelentett csökkentési ütemterv mentén. Igen, a csökkentési ütemtervben egy pici lyuk azért támadt, mert mi vállalkozók most július 1-ére vártunk egy minimális csökkentést, de ugye a kormányzat álláspontja szerint a gazdasági számok, a gazdaság jelen pillanatbani helyzete nem teszi lehetővé a szociális hozzájárulási adó mostani júliusi csökkenését, hanem csak 2022. július 1-ével fog csökkenni 0,5%-kal, valamint ki fogják vezetni a szakképzési hozzájárulást. Ez azoknak a vállalkozóknak jó igazából, akik ugye alkalmazottat is foglalkoztattak, mert ugye önmaguk után az egyéni vállalkozó nem fizetett szakképzési hozzájárulást, sajnos az egyéni vállalkozónál ez csak 0,5%-ba fog jelentkezni. Hát, ha majd a kormányzat egy kicsit átgondolja, és még kigondol jövő júliusig valamit erre, hogy azért egyenlő mértékű legyen az adózásnak a könnyítése. Reméljük, hogy így lesz. Köszönöm szépen, hogy eljött, köszönöm az információkat. Én is köszönöm a lehetőséget.